gluténmentes technológiák 627 millió forintnyi állami és Európai Uniós támogatással épült gluténmentes lisztkeverékeket előállító üzem Nyíregyházán. Meghosszabbított együttműködés, 5 évig még biztosan támogatja a Nyírségvíz ZRT, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház informatikai rendszerét. Rendvédelem, pályaorientációs napon ismerkedhettek meg a fiatalok a mindennapok hűseinek munkájával Tiszavasváriban. Közel 1,1 milliárd forintos beruházásból mintegy 627 millió forintnyi állami és Európai Uniós támogatással épült ipari méretű gluténmentes lisztkeverékeket előállító üzem Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás kapcsán megépült Magyarország első gluténmentes zabfeldolgozó üzeme, melyet a gluténmentesség igazolásához és dokumentálásához szükséges nyomon követhetőségi rendszerrel is elláttak. Ez az első olyan üzem Magyarországon, amely nyomon követhető módon igazolt eredetű gluténmentes zab készítményeket állít elő. Emellett egy kutatásfejlesztési projekt keretében a hagyományos malmi technológiákat innovatív módszerekkel összekapcsolva ipari mértékű gluténmentes lisztkeverék előállítására is képesek, melynek kifejlesztéséhez egy konzorcium is létrejött. A teljes költségvetése 1 milliárd 130 millió forint volt, ebből körülbelül 630 millió forint a támogatás. Ez maga a technológia kifejlesztését és az e-alapú nyomonkövetést nek a kifejlesztését támogatta. És ezen felül maga az épület, amiben vagyunk, meg az a telek, ahol vagyunk, ez a pályázaton kívüli összeg, ez még körülbelül 500 millió forintot takar. A gyár megnyitóján Szabó Tünde, a térség országgyűlési képviselője elmondta, a nyíregyházi gyár termékei azoknak is megoldást jelentenek, akik a 21. században megjelenő egyes betegségekben szenvednek. Nagyon fontos, hogy a 21. században megjelentek különféle betegségek, és ez a gluténmentes életmóddal bizony párhuzamosan lehet látni, hogy milyen nagy igény van olyan élelmiszerekre, amelyek bizony tudják ezt fedezni. Márpedig, hogyha nézzük a Magyarországon kapható élelmiszereket, akkor ilyen gluténmentes élelmiszereket csak külföldről tudunk importálni. Ez azt jelenti, hogy igenis nagyon nagy értéke lesz, akár Európában, akár Magyarországon, hogy egy ilyen gyár tud létesülni. A gyáravató rendezvényen az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszteri biztosa elmondta, elkészült a 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégia, melynek 4 kiemelt részágazata van, köztük az élelmiszeripar is. Azt gondolom, hogy itt is egy jelentős kutatásfejlesztés és innováció alapozta meg ezt a beruházásnak a létrejöttét. Azt szeretnénk egyébként, hogyha a GDP 1,8%-át fordítanánk kutatásfejlesztésre, és itt egyrészt saját kutatói, 6 fős kutatói saját bázisukra alapozva jöttek létre ezek az eredmények, és még további 10 fős kutatói létszámot is bővítettek, tehát ez bizonyítja, hogy komolyan gondolják ebben a térségben. Lengyel Györgyi hozzátette, az ITM célja, hogy az ipar és a felsőoktatás együttműködése tovább fejlődjön, erre pedig kiváló példa a nyíregyházi gyár, amelynek a technológiai újításait egy kutatásfejlesztési projekt keretében határozták meg. Soha nem volt még ennyire egyértelmű az európai parlamenti választás tétje, hangzott el a Fidesz fórum sorozatának szerdai nyíregyházi állomásán. Halász János elmondta, a demográfiai problémákat nem migránsok beengedésével, hanem családtámogatással, családvédelmi akciótervel kell megoldani. A politikus úgy véli, a brüsszeli elitet és ezzel együtt az ő szemléletüket ki kell söpörni az európai parlamentből. Magyarország már az elmúlt 9 évben is nagyon sokszor vitatkoztunk Brüsszellel, és lehetett látni, hogy mindig igazunk volt. Igazunk volt akkor, amikor az IMF-et hazaküldtük Magyarországról, amikor elindítottunk olyan gazdasági terveket, olyan adózási politikát, amit Brüsszel nem pártolt. És Magyarország gazdasága megerősödött. Igazunk volt, amikor bevezettük a rezsicsökkentést, azt is támadták, nem akarták engedni. És látjuk, hogy azóta az embereknek mennyivel könnyebb, és sok-sok milliárd forinttal kevesebbet kellett fizetni a rezsiért, és olcsóbb lett Magyarország.
Magyarországon a rezsi. Közel 100 millió forintból épített ki 2016-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház egy egységes informatikai rendszert. Az akkor egyedülálló fejlesztés a Nyírségvíz ZRT jóvoltából valósulhatott meg. Ezt az együttműködést most 5 évre meghosszabbították. Az országban elsőként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban alakítottak ki megyei szinten egységes kórházi adatbázist. Ehhez arra volt szükség, hogy nagy magasságban helyezzék el azokat a mikrohullámú átjátszókat, amelyek közvetítik a jelet a telephelyek között. Erre a Kálós-Semjéni, Nyírbátori és Mátészalkai víztornyok voltak a legideálisabbak. Mivel ezeket a létesítményeket mi üzemeltetjük, mi azt vállaltuk, hogy a tulajdonos önkormányzatokkal leegyeztetjük, hogy hozzájárulnak-e. Ehhez minden önkormányzat, aki érintett volt, nagyon szívesen hozzájárult, és így tudtuk megkötni ezt a megállapodást, mint üzemeltető, víziközműüzemeltető a kórházzal. Az integrált egészségügyi intézmény több ezer dolgozója sajátította el a rendszer használatának alapjait egy tanfolyam keretein belül. Az informatikai rendszer a Kisvárdán kezelt betegek kivételével a régió valamennyi páciensének kezelési adatait, kórelőzményeit egy közös felületen tárolja. Így jelentősen megkönnyíti és gördülékenyé teszi a telephelyek közötti betegellátást és konzultációt. Van az országosan kialakítandó EST, ez az elektronikus szolgáltatói tér, amihez ez a mi rendszerünk, ez a mi megyei rendszerünk is fölcsatlakozik gyakorlatilag egy nagy felhőbe, ahol az adatokat folyamatosan lőjük fel, úgy hívjuk ezt, és onnan kérhetjük is vissza az adatokat. És ezt a dolgot itt most a intézmény, tehát a megyén belül, a kórházunkon belül, ezt mi már itt saját házon belül meg tudjuk oldani. Tehát nevezetesen mondjuk Fehérgyarmaton valakinek kimegy a bokája, és meg szeretné nézni a ottani orvos, hogy most milyen kórelőzménye volt egy nyíregyházi betegnek, aki éppen ott jár, akkor ennek nincsen semmi akadály, hisz a beteg tajszám alapján és azonosító szám alapján erre lehetősége van. Ezen túl a távleletezés is működik a rendszer segítségével. A sikeres folytatás érdekében a kórház és a Nyírségvíz ZRT 5 évre meghosszabbította együttműködési szerződését. A rendvédelmi szakmákat népszerűsítették csütörtökön Tiszavasváriban. A pályaorientációs nap célja az volt, hogy az itt jelenlévő fiatalok közül később minél többen válasszák ezt a területet. Előbb a továbbtanulás, majd az elhelyezkedés során. A gyerekek különböző bemutatókon keresztül tekinthettek be a mindennapok hőseinek életébe. Sorakoznak a gyerekek a páncélozott harckocsi előtt. Mind arra várnak, hogy beülhessenek ebbe a BTR 80-as lövész alegység szállító járműbe. Erre lehetőségük is volt a csütörtökön rendezett rendvédelmi napon a Tiszavasvári piac téren. Az alsósoktól kezdve a középiskolásokig több százan érkeztek a rendezvényre. A város polgármestere szerint a fiatalok már ebben a korban nagyon fogékonyak a téma terület iránt. Én saját magamból kiindulva gyerekkoromban is katona, tűzoltó és rendőr is szerettem volna lenni, érdekeltek ezek a hivatások. Ezek a gyerekek is, akik itt vannak, csillogó szemekkel járnak körbe és nézik a kiállított járműveket, nézik a mindennapi hőseinket. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy hatással lehet rájuk a jövőjükre egy ilyen program, egy ilyen lehetőség, hogy meg tudják nézni, hogy mi is történik, mi is zajlik egy ilyen hivatás körül és mögött. Különböző fegyvereket is a kezükbe vehettek a gyerekek, miközben a szórólapokból többet is megtudhattak az itt kiállított eszközökről. Ha kedvet kapnak a szakma kitanulásához, a helyi szakközépiskolában rendvédelmi képzésre is jelentkezhetnek a maga idejében. Ez is volt a programok célja, a fiatalok közül minél többen válasszák ezt a pályát. A térség országgyűlési képviselője szerint jó alkalom ez az esemény arra, hogy a gyerekek impulzust kapjanak, és akár egy életre szövetséget kössenek az itt bemutatott szakmákkal. Lehet valaki honvédtiszt, vagy lehet rendőrtiszt, vagy nyomozó éppen. Itt nagyon sok mindent látnak a gyerekek, élményszerű egy rendvédelmi nap, nagyon szokták szeretni a katasztrófavédelem vagy a tűzoltóság bemutatóit, és szerintem ebben a korban fogékonyak arra, ha még nem döntötték el, ha még a szülők is egy kicsit bizonytalanok, hogy merre menjen a gyerek, ez egy jó pályaorientációs nap, jó pályaválasztási lehetőség.
Szimatot fogott a kábítószerkereső kutya, ez is egyike volt azoknak a bemutatóknak, amelyet a látogatók megtekinthettek. A gyerekek kíváncsian figyelték a büntetés végrehajtás elfogási, fegyelmező és előállítási gyakorlatát is. A pályaorientációs napon a Honvédség, az Adó- és Vámhivatal, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők is képviseltették magukat, az általuk használt felszerelésekkel, technikákkal, járművekkel együtt. Megkapták megbízó levelüket az április 25-i nyíregyházi városi közgyűlésen megválasztott bírósági ülnökök, valamint az ünnepélyes eskütételre is sor került. A nyíregyházi járásbíróságra 15, a törvényszékre 2, a nyíregyházi közigazgatási és munkaügyi bíróságra 3 ülnököt választottak. Legutóbb 2014-ben adtak át megbízó leveleket a most választott 20 ülnök társadalmi felelősség vállalása és megbízása is 5 évre szól. Ők az ítélkezésben vesznek részt, az ítélkezésen keresztül, tehát a bírósági tárgyalásokon, a bírósági perekben, meghatározott perekben, de nem mindegyikben, vannak, ahol hivatásos bírók járnak el, és hát külön felhívom a figyelmet a pedagógus bírósági ülnökökre, hiszen vannak olyan ügyek, amik fiatalokat érintenek, ott külön törvényi szabályozás szerint pedagógus ülnököket kell választani. Állásbőrzét tartottak Máté Szalkán szerdán. Az egésznapos rendezvényen a város polgármestere elmondta, a foglalkoztatás egyre jobban növekszik, az elmúlt években lefeleződött a munkanélküliek száma, és a befizetett iparűzési adó is 20%-kal nőtt. A polgármester hozzátette, a korábbi 750 fős közmunkás létszám is jelentősen csökkent az elmúlt években. Jelen pillanatban 250 közfoglalkoztatottunk van. Ez azt jelenti, hogy az az 500 ember már az ipari cégekben dolgozik, és termelő munkát végez, és nem segélyből, nem közfoglalkoztatási bérből tartja el a családját, hanem munkabérből, és büszkén nézhet az elmúlt időszak teljesítményére az ő személyes életébe is, hiszen hosszú távú munkaerőpiaci problémákból kilábolva nagyon sokan helyezkedtek el Máté Szalkán. Nyíregyházán rendezik a napokban a főiskolát és egyetemet végzett ápolók országos kongresszusát. Az eseményre hazánk számos részéből érkeztek szakemberek, akik előadások keretében osztják meg egymással tapasztalataikat és vitatják meg az ágazatot érintő legfontosabb kérdéseket. Egészségügyi szakemberek találkoztak a Sóstói Hotelben csütörtökön. Itt szervezték azt a kétnapos kongresszust, amelyen az ország egyetemeinek tanszékvezetői, alapellátási és sürgősségi ellátási szakemberei értekeztek a hazai és nemzetközi trendekről, feltételekről. Alapvetően a program két napja során szó lesz emellett a hazai problémáiról az ápolásnak, így az ápolói életpálya modell kérdéseiről, az ápolói béremelés fontosságáról, illetve magának a képzésfejlesztésnek a jelentőségéről, hiszen még mindig nincs befejezve ez a lifelong learning, itt még jönne egy következő lépés lehetősége, a továbbképzések és a licenszek rendszere. Maga az ápolási szakma nagyon várja azt a lehetőséget, hogy végre megjelenjen a kompetenciarendelet és a licenszrendelet, amely tulajdonképpen szabályozná azt, hogy az új egészségügyi ellátórendszerben, a struktúrában az új munkakörként belépő APN-eknek melyek lesznek a tényleges feladatai, tevékenységei. A főiskolát és egyetemet végzett ápolók országos kongresszusát két évente rendezik meg mindig máshol. Az idei már a 13. alkalom. Az előadások témái között szerepel az ápolói életpálya modell, a Nemzeti Ápolásügyi Stratégia kérdései, valamint a kiterjesztett hatáskörű ápolómesterképzés is, amely hazánkban két éve indult el, az első évfolyam hallgatói néhány hónapja vették át okleveleiket. Ezek a szakemberek egyébként a saját területükön képesek önálló döntéshozatalra, megfelelő protokollok irányelvek mentén, és ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy akár a betegek vizsgálata, akár a diagnosztika elrendelése, értékelése, bizonyos protokollok mentén terápiás döntések meghozatala, vagy bizonyos invazív beavatkozások ellátása, az ezen MSC ápolók által ellátható feladat. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán is elérhető képzés jelentőségét nemzetközi tanulmányok sora igazolja, amelyek szerint, ha az alapellátásban egy ilyen végzettségű ápoló elkezd dolgozni és krónikus betegek gondozásában önálló feladatokat is kap,
Lényegesen javul a betegek egészségi állapota, életminősége és életkilátásai, a sürgősségi osztályokon pedig csökkenhetnek a várólisták. Szerdán 10. alkalommal várták az irodalom barátokat a művészasztalhoz, melynek vendége ezúttal Darvasi László író volt. Az esten a szerzővel Karádi Zsolt beszélgetett. A Móricz Zsigmond Színház művészei részleteket adtak elő a József Attila díjas író novelláiból és tárcáiból. 2017-ben nyár végén indult a Művészasztal című rendezvénysorozat, ahová a legkedveltebb kortárs írókat hívják meg a szervezők. Korábban az irodalombarátok találkozhattak többek között Boldizsár Ildikóval, Grecsó Krisztiánnal, Hály Jánossal és Dragomán Györggyel is. A szerdai művészasztal vendége Darvasi László volt, aki a napokban rangos elismerésben részesült. Neki ítélték oda az első Alexander Tisma nemzetközi irodalmi díjat az Isten haza csal című novellás kötetének német fordításáért. Az író Kovács Judit meghívására jött el Nyíregyházára. 10. jubileumi művészasztalunk van, és mindig is az volt a célunk, hogy kortárs íróink közül a színe javát hozzuk el ide a végekre, és Darvasi László határozottan azok közé tartozik, akik jelentős alkotók, jelentős életművet tudhat már most is magáénak. Nagyon különleges a nyelvezete, a regényei nyelvezete, és különleges világot teremt ezzel a nyelvvel. A napokban kapta meg a nemzetközi az Alexander Tisma nemzetközi irodalmi díjat, és pontosan ezért a különleges nyelvért és különleges világért, amely születik az ő tollából. Darvasi László magyar történelem szakos tanárként, később újságíróként dolgozott. 1993-ban az Élet és Irodalom főmunkatársa lett. 2011-ben a Digitális Irodalmi Akadémia tagjává választották. Több műfajban is alkot, novellái, sikeres regényei jelentek meg, drámái színházakban játsszák. Regényt a legnehezebb írni, és a legjobb. Tárcát nagyon jó írni, novellát megint csak nagyon jó írni, gyerekdarabot meg gyerekmesét írni, az meg aztán különösen jó dolog. Úgyhogy én mind, tehát nyilván azért is csinálok ennyi félét, mert mindegyikben valamilyen módon a kedvemet lelem. Vannak egyhangú írók, akik mindig ugyanazon a hangon beszélnek, és ugyanolyan formákban dolgoznak. Ez nem értékítélet. Én meg úgy szeretem magam próbálgatni nyelvekben is, megszólalási formákban is, és műfaji formákban is. Az esten Darvasi László Taligás című regényéből, a Jódás című novellájából és a Karádi Katalin című tárcájából színpadra állított jeleneteket láthatott a közönség, Kosik Anita, Rák Zoltán, Horváth Viktor színművészek, továbbá Kovács Dénes, Kovács Judit és Magyar Boglárka előadásában, Karab Zoltán és Bartusz Zoltán zenei közreműködésével. Pénteken Budapesten elkezdődik a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjának bronz csatája a MAFC és a Nyíregyháza Blue Sharks között. A két nyert meccsig tartó párharc második felvonását vasárnap 19 órai kezdettel rendezik a Continental Arénában. A Veszprém elleni elődöntő hosszabbításban elveszített második meccs óta a bronz párharca készület a Nyíregyháza Blue Sharks. Igaz, az optimálistól meglehetősen messze van az elmúlt napok edzés látogatottsága, ugyanis különböző okok miatt csak erősen foghíjas keretnek tudott foglalkozásokat tartani Siska János vezetőedző. A Veszprém mérkőzés után három fiatal játékosunk érettségizett, úgyhogy a múlt héten ők nem tudtak edzeni, de hát normális csapatedzést nem tudtunk csinálni. Aztán ezen a héten hétfő kedden egyetemi bajnoki volt, ott 5 vagy 6 játékosunk játszott, és sajnos Busz Milán megsérült, és egyre kevesebben vagyunk. De hát azt tudom mondani, hogy a Cinkel Zoli nincs, a Busz Iván nincs, illetve a Mike nincs, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz majd a mérkőzésen pénteken. Mindenképpen motiváltak leszünk még így is, de hát azért nem feltett kézzel fogunk oda menni a mérkőzésre. Nyilvánvaló, hogy a MAFC-nál azért jobb eredményt váltak ennél, kevésbé lesztek motiváltak, ezt megpróbáljuk majd kihasználni. A hiányzók miatt a korábbinál nagyobb szerep hárulhat majd Bazsó Brunóra. Különösen nem készülök rá, ugyanúgy készülök, mint minden meccs előtt igazából. Megpróbáljuk oda tenni magunkat, ahogy mondtam, és arra kell figyelnünk, hogy kikapcsoljuk az ellenfél legjobb játékosát, az amerikai légióst. A pénteki mérkőzés követően a második meccset vasárnap 19 órai kezdettel játsszák a Continental Arénában.
A harmadik találkozót, amennyiben szükség lesz rá, szerdán rendezik Budapesten. Harmadik alkalommal rendeztek társasági tenisztornát csütörtökön Nyíregyházán, a Marsó Teniszcentrumban. A megye székhely legnagyobb cégeinek képviseletében 12 férfi, illetve vegyes páros mérte összetudását. A mi célunk az a tenisznek a népszerűsítése minden korosztályban, és szerencsére már az idei versenynaptár, a nyári versenynaptár 5 ilyen amatőr eseménnyel van már tele, de természetesen nem feledkezünk meg a profikról sem. Július 27-én lesz itt Nyíregyházán a vidék, Magyarországon a legnagyobb összdíjazású férfi felnőtt és női felnőtt torna. De a legnagyobb dobásunk idén az az augusztusi korosztályos magyar bajnokság. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Közel 1,1 milliárd forintos beruházásból mintegy 627 millió forintnyi állami és európai uniós támogatással épült ipari méretű gluténmentes lisztkeverékeket előállító üzem Nyíregyházán. A beruházás részeként megépült Magyarország első gluténmentes zabfeldolgozó üzeme is. Újabb 5 évre meghosszabbította a 2016-ban kezdődött együttműködését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház és a Nyírségvíz ZRT. Ennek keretében akkor egy közel 100 millió forintos egységes informatikai rendszer dolgoztak ki. Ez az adatbázis megkönnyíti és gördülékenyé teszi a telephelyek közötti betegellátást és konzultációt. A rendvédelmi szakmákat népszerűsítették csütörtökön Tiszavasváriban. A pályaorientációs nap célja az volt, hogy az itt jelenlévő fiatalok közül később minél többen válasszák ezt a területet. Előbb a továbbtanulás, majd az elhelyezkedés során. A gyerekek beülhettek a kiállított harckocsikba, emellett különböző bemutatókon keresztül tekinthettek be a mindennapok hőseinek életébe. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, május 16-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, majd változóan felhős idő várható. Zápor helyenként előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Pénteken gomoly felhők zavarják a napsütést, majd estétől csökken a felhőzet. Zápor helyenként előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. A hétvégén a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Szombaton helyenként, vasárnap szorványosan fordulhat elő zápor, néhol zivatar.